Na hát nagy szeretettel köszöntelek titeket, és jó itt lenni megint érsek családon, vagy ahogy a gyerekek mondják, hogy érsek család. Ez így alakult. És egy olyan üzenetet hoztam nektek, ami már így régebb óta a szívemen van, és egy kicsit folytatása is annak, amit múlt héten én a saját gyülekezetünkben elmondtam. Az igéről, az igének a jelentőségéről az életünkben. Azt a címet adtam ennek a mostani igehirdetésemnek, hogy a természet feletti keresztény élet. A természet feletti a keresztény életünkben. Az van, hogy a gyermekkorban a természet feletti az igazából az az anyanyelve a gyerekeknek. Nem tudom, maradt itt gyerek? Nem maradt, jó. Akkor lehet, hogy az 18 karikás csak te, jó? Nem baj. Örök ifjú. Tehát a gyerekek világa mágikus. Az nem racionális. A gyerekeknél az ő gondolataikban ott vannak a mesék, a tündérek, a varázslók, a különböző csodák, fogtündér, Mikulás, minden. És ugye azért nem akarok itt porigrombolni egy gyereket se. Azért kérdeztem, hogy van-e. Mert ez természetes és jó. Ez egy jó dolog. Az ember lelke így működik. Kicsit tényleg ilyen fura, tehát hogyha belegondoltok, hogy ez a világ azért egy kicsit ilyen, elég durva. Tehát azon túl, hogy mágikus, tehát egy piroska és a farkas. Tehát megeszi a fenevad, megeszi a nagymamát, és akkor utána a piroskát. A piroska nem ismeri föl, hogy a farkas, ezt sose értettem, már gyerekkoromban se. Én a nagymamámat megismerném, akárhogy szólna, meg főkötötten, ilyen ordos farkas arca lenne, hát nagymamának nagymama. Na mindegy, tehát nem logikus. És akkor jön a vadász, fölvágja a hasát, tehát ilyen hentelés az egész, összevarja. De nem érted, miért nem puffantja le? De miért kell itt még így, de összevarja, hogy majd akkor ő dögöljön bele a kútba. Tehát nem értem, de a hófehérke is ilyen, tehát vagy hófehérke van, tudjátok, hogy megeszi azt az almát, és akkor ilyen furcsa, megakad a torkán, de igazából a méreg, meg a most hogy van ez, és akkor jön a herceg, és akkor megcsókolja már, nem tudom mióta halott. Szóval ez ma elég kínos, tehát ennek ma neve van, patológia, mindegy, és akkor magával akarja vinni, kopos, szóval tök gáz az egész, de a gyerek nem gondolja ezt át. A gyerek világa mágikus, és abban ezek a dolgok, ezek természetesek. És akkor jön a felnövés, és igyekeztem, hogy ne ez legyen a gyerekek felnövése most, hogy valahogy, valahonnan, valamilyen módon, akinek nővére bátyja van, az kicsit szervesebben, aki a legidősebb, az néha kicsit traumatizáltan, de valahogy rájön. Rájön arra, hogy itt valami máshogy van. Én emlékszem, amikor Ágoston nagyfiam 3 éves volt, és akkor egy Mikulás ünnepségre vittem őt. És itt volt a kezemben a kölyök, és megyünk, jaj, de jó, minden, és megjött a Mikulás, beáll az autóval, és Ágoston néz, és rám néz, apa, ez nem ilyen szajvas, ez BMW. Azt mondta, ez BMW. Tehát így lassan omlott a dolog. Lassan, ott a rénszarvas helyett BMW, és akkor utána sorra jönnek azok a dolgok, amiktől rájön arra, hogy ez a mágikus világ, ennek nem minden része hát reális. És a fölnövéshez hozzátartozik egy racionálisabb gondolkodás. Na most sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom, de ez a hívő életben ugyanígy van, azt figyeltem meg, hogy mondjuk ez hasonló a szerelmesekhez is azért, gondoljátok el, hogy amikor a nagy szerelem dúl, most nem küldöm ki a szerelmeseket, csak a gyerekeket küldtem ki, akkor jó, de szúk ki az én kis mézes mackóm, úgy tetszik a kis pocia. Mondja a hölgy, a férfi meg, hogy jaj, hát olyan aranyos, mindenről van egy kis mondani valója. Az később mi lesz ebből? Dagat vagy, ő meg, hogy nem bírom már, ne beszélj annyit. Meg a telefonálás, hogy és akkor teted le, nem, én, te, háromra, nem, te, tehát ez, és akkor jaj, és már mondat közben nyomod ki. Ja, de nem a te mondatod, az ő mondatok. Tehát, hogy van egy ilyen
demitizálás, és ez sajnos, de van, ami hál' Istennek, minden esetre van ebben egy természetes dolog, hogy ez így működik, de az az igazság, hogy a hívő életben is sokszor így van. És ezt az egészet azért mondtam el, mert ez kicsit analóg, hogy amikor beleveted magad az Istennel való közösségbe, akkor ott a lángolás, a jelek, a csodák, a lelkesedés, tehát mindenben Istent látod, mint a szerelmes. Mindenben Istent látod, mindenben az ő kinyilatkoztatását, az ő új lenyomatát látod, szinte mindenben. Az ő jelenlétét érzed, az ő tetteit, megnyilvánulásait. És úgy érzed, hogy nélküle minden szintelen. És eltelik egy kis idő, és nagyon sokszor az történik, hogy úgy hozzászürkülünk a keresztény nagy átlaghoz. És valami olyasmi történik ezekkel a dolgokkal, mint a fogtündérrel, meg a Mikulással, meg a BMW-vel. Hogy egy idő után túl sok csalódás ér ahhoz, hogy az a lelkesedés ott maradjon. Az a sok csalódás úgy legyalulja ezt a lelkesedést. Egy idő után túl sokszor van az, hogy láttam már Karón varjút. Ugye az van? Nem varjút, Karón. Hogy van? Karón, igen. Igen, szóval túl sok varjút láttunk, túl sok Karón. Ahhoz, hogy elhiggyük, hogy tud lángolni úgy a lelkünk, a szívünk. Túl sok hívő házasságot láttunk egyszer csak és hirtelen összeomlani, ahhoz, hogy elhiggyük, hogy Isten a hármas kötél által meg tudja azt tartani. Tehát, hogy marad, ott marad, de mint a fogtündér. Hogy tudunk róla, csak nem számítunk rá, hogy a fogtündér, hát nekünk kell oda tenni az ajándékot, mikor hozza a gyerek a fogát. Nem számítunk rá. Nem úgy számítunk már arra a hármas kötélre. Túl sok szolgálattevőt láttunk elhasalni. Különböző anyagi, ilyen korrupciós botrányokon, nőügyeken, férfiügyeken, hogy gyanakvás nélkül megbízunk a saját vezetőinkben. Tehát mindig van valami, hogy igen, tudunk róla, csak valahol az már irreális. Az elment, mint a fogtündér. És a rénszarvas meg a szánkó helyett lehet még csak nem is BMW, de Trabant. És úgy olyan az egész, olyan, hát, hogy túl vagyunk már azon. És túl sok keserű, csalódott, elszürkült lelkű testvér él körülöttünk ahhoz, hogy őszinte legyen a mosolyunk. Hogy áldjon meg az Úr. Túl sokat gyalult a lelkünkön az élet. És túl sok képmutató farizeust láttunk már ahhoz, hogy mindenféle cinizmus nélkül higgyünk az evangélium tisztaságában és átformáló képességében. Tehát azt gondoljuk, nem mondjuk ki, tehát amit most mondok, ezek érzések, amiknek próbálok szavakat adni. Nem ezt mondjuk, és nem így gondoljuk itt, de valahol itt igen. És a legrosszabb ezekben az, hogy valahol magunkban is felfedezzük ezt az összeset. Tehát, hogy mi is képesek vagyunk erre. És akkor van egy olyan, hogy a természet feletti, az valahogy így a porba hull. És ahogy a gyerek előtt nem beszélünk arról, hogy mi a helyzet a fogtündérrel, meg a Mikulással, hát úgy testvéri körben sem beszélünk arról, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy van ajándék, de nem a fogtündér tette oda. Van csomag, de nem a Mikulás bácsi tette oda. Van szaloncukor, de nem az angyalka potyogtatta. Szóval tudjátok, van nyuszi tojó tojás, vagy mi van? Tojás, tojó, nyuszi. Igen, ezek nehezek. Van, de nem úgy, tehát, hogy ez így nem létezik. És, bocsánat. És akkor lesz az egészből egy kicsit formális dolog, amiben csak retorika szintjén van meg. Énekeljük, de nem úgy. Nem úgy. Nem hisszük, hogy ránk is úgy vonatkozik. Van a másik oldal, amikor a természet fölötti valahogy megmarad, de igazából már nem valóságos ez. Nemrég jött ilyen egy valami skandináv lelkész, és akkor ő elkezdte tolni, hogy megvan a megoldás, hogy
és akkor ő hozta, hogy mit kell csinálni, és hogy, és nem, és hihetetlen jelek és csodák történtek, csak aztán kiderült, hogy hát, hogy az nem úgy volt, azt ő rendelte meg. Jó, de csak a film kedvéért, de azért mondta, hogy az megtörtént, csak hogy igen, tényleg nem azt filmezték. Jó, hát jó, nem gyógyult meg. Jó, hát nem úgy. És akkor ez meg, ez még rosszabb, hogy úgy csinálunk. Hát az meg még rosszabb. Miért? Azért, mert valahogy szerintem a fájdalomban több lehetőség van. Tehát közelebb vagy az Isten országához, hogyha beismered a fájdalmadat, vagy a szükségeidet, mint akkor, ha elbábozod azt, amit szeretnél. Mert az farizeusi világ lesz, az távolabb van Isten országától. És nem természet feletti, hanem természetellenes. És sok ilyen van. Viszont a lényeg, és amire ki szeretnék lyukadni, hogy a kereszténység az vagy természet feletti, vagy semmi. Az természet feletti dolog. A kereszténységnek a mindennapjai az természet feletti jelenség. És sokat, mostanában nagyon sokat olvasom, lenyűgöz az apostolok cselekedetei. Amikor igazán természet feletti módon nyilvánult meg a gyülekezetben Isten. Isten szelleme természet feletti módon áradt ki. Naponta. Minden nap. És ennek az volt a következménye, hogy naponta nőtt az üdvözülők száma. Naponta gyarapodott, hogy volt ugye egy nap, ami 3000 lélek csatlakozott a gyülekezethez. Most ezt el tudjátok képzelni, hogy ez mi? Meg ez hogy? Akkor milyen módon működik ott Isten abban a környezetben? És tényleg az van, hogy sokszor azt látom, hogy különböző keresztény irányzatok állandóan azzal vannak elfoglalva, hogy megtalálják ennek a kulcsát. Hány ilyen könyvet olvastam? És akkor az ima, hogy imádkozz így, imádkozz úgy, és majd akkor, vagy böjtölj. Erőteljes dicsőítés, jelek és csodák, különböző jelenségek, gyógyító szolgálat, szent nevetés, szent ugatás, szent hanyattesés, házi csoportrendszer, nagyon világos látás, növekedési stratégia, ilyen erőemberek, megszentelődési mozgalmak, ilyen hatalmas megacsörcsök, óriás gyülekezetek, stadionrendezvények, 24 órás dicsőítés, 48 órás dicsőítés, minden, mint hogyha lenne egy bejárat, egy zárt ajtó, és a zárt ajtón szeretnénk bemenni, ott a másik oldalon van, ez a természetfeletti kereszténység. És keressük a kódot, tudjátok, 4 számot kéne eltalálni. És akkor így, ez mind ilyen próbálkozás. Hát ha kinyílik, aztán nem nyílik. És akkor mondom az őszintébbje még azt, hogy hát nem nyílt ki. De van, aki azt mondja, hogy halleluja, bent vagyunk, azt itt vagyok. Tehát, hogy mindegy. Ezek különböző, hogy mondjam, megküzdési stratégiák. De a valóságban én azt vettem észre, hogy több dolog mellett az egyik legfontosabb kulcs az, amit az apostolok cselekedeteiben újra és újra refrénszerűen látunk. Egy nagyon egyszerű dolog, nem módszer, nem pótszer, nem gyógyszer, nem ilyen, hanem az, hogy az Isten igéje megnövekedett közöttük. Ez újra és újra ott van. 6. fejezet, 7. vers. És az Isten igéje növekedik, vagy megnövekedett, és sokasodott nagyon a tanítványok száma. Tehát ez egy ilyen, értitek? Tehát, hogy mintha azt mondaná, hogy ez ezért van. Az Isten igéje megnövekedett. És nagyon megsokasodott a tanítványok száma. 12. fejezet, 24. vers. Az Isten igéje pedig növekedett és terjedt. Tehát nem az... Mindig mielőtt arról beszél, hogy többen lettek, azelőtt azt mondja, hogy az ige növekedett. Az ige növekedett, ebből következik, hogy többen lettek. Az Úr igéje pedig az egész tartományban elterjedt. 13:49, aztán 19:20. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Más fordítás szerint az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Mindig az Úr igéje lépett elől, az növekedett, és abból lett az,
a természet feletti növekedés. Pál erre visszautal 2 Tesszalonika 3.1. Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen, ez az a növekedés, az a, hogy áradjon ki az Úrnak beszéde, az ige, és dicsőítessék, amint ti köztetek is. Tehát, de mi ez, hogy növekedett az Úrnak igéje? Tehát nem a Biblia mérete? Vagy a, tehát nyilván nem, meg nem is úgy nézett ki a Biblia még. Hát ott az Ószövetség volt a Biblia. Új szövetség még nem létezett, jóval később állt össze, évszázadokkal később, de a különböző levelek, azok már voltak, és ők különbséget tettek, hogy ez a levél, például Pál írt a korintusiaknak, ez Isten igéje. Tehát ez a kanonizáció, azt nem ott valakik eldöntötték később, hanem úgy is tartották már. És hogy itt van ez a Kelemen levele, nem rossz, de futottak még, ez nem fér bele. Vita volt, hogy a Jelenések könyvével mi a helyzet, de belekerült. És volt egy csomó irat, ami így jött, ment, de ők tudták, hogy mi az Isten igéje. Tudták, hogy mi az Isten igéje. És néhány igét olvasok majd megint. Ez egy nagyon titokzatos egység. Egy nagyon titokzatos entitás, hogy micsoda Isten igéje. Azt mondja az ige valahogy, hogy maga Jézus Krisztus az ige. És az ige az meg Jézus Krisztus. Figyeljetek, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy az ige növekedett, akkor mintha Krisztus növekedett volna, Isten maga növekedett köztük. Ez János 1.1 volt. János 1.14. És az ige testé lett, figyeljetek, tehát testet öltött, kiben öltött testet? Jézus Krisztusban testé lett, és mi közöttünk lakozott. Testé lett. És itt volt. Láttuk az ő dicsőségét. És ugye, ahogy a fiúban testet öltött, utána Isten szellemében is kiáradt. De az megint az ige. Ez mind az ige. 1 János 5.7, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az ige és a Szent Szellem. És ez a 3.1. Ez nagyon érdekes, mert a fiú helyett mond igét. Mert a szinoníma. Mert az valami, ami ugyanaz, hisz Isten volt az ige. És az ige Jézushoz vezet, most az ige alatt értem a Bibliát, azért néztem, hogy itt van-e, de nincs itt egy ilyen Biblia, nálam tabletem van a Biblia, tehát hogy oda vezet. És valami furcsa dolog ez, hogyha az igét nézed, de nincs ott a személyes Jézus Krisztus, akkor nemhogy nem használ, hanem öl. Jézus azt mondta, János 5.39, ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot. De ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát te tanulmányozhatod a Bibliát, de ha az nem Jézushoz személyesen vezet, akkor az rosszabb, mint ha nem tanulmányoznád. Mert az pusztítani fog. Hát figyeljetek meg mondjuk egy olyan közösséget, ahol az igével vágják egymás fejbe. Van ilyen, nem? Hát persze. Egymás fejére olvassuk. Hát épp csak Jézus Krisztus szelleme nincs ott. Csak tudom a te életedre, mindig tudom, hogy neked mit kéne csinálni. Te meg az enyémre. Azt eléldegélünk így nagy boldogan. És mindenki a másikat szivatja. Mert egymásnak az életét faragjuk, és magyarázzuk, hogy kinek mit kéne csinálni, de Krisztus nincs ott az ilyenben. Ő nem azért jött, hogy egy új szabályrendszert hozzon. Ekkora legyen a nadrágod. Úgy beszélj, oda ne menj, ezt egyed, azt ne. Mert általában ezt szoktuk csinálni. Tehát így hozzuk létre ezeket a szörnyűséges helyeket. Hogy Krisztus személyes jelenléte nélkül az igével élünk. De mi lesz abból? Halál. Hát annál jobb, hogyha ateista vagy. Most komolyan mondom, mert akkor legalább ateista, de normális ember vagy. De így meg nem vagy normális, és keresztény se. Akkor inkább legyél normális. Tehát, ha a betűben nincs ott a személyes Krisztus, az gyilkossá válik. Gyilkossá. Nem csak úgy, hogy nem elég jó, hanem kifejezetten rossz. Mire erre valaki mondhatja, jó, de akkor nem kell vacakolni az írott igével,
Hát nekünk már itt van a személyes Jézus Krisztus, majd én vele megoldom, majd én hozzá imádkozom. Na ebből is sok gond van. A különbejáratú, az igétől rég eltávolodott zsebproféták, akiknek van kijelentésük Istentől, saját, hát igaz, nem biblikus, de hát engem személyesen az Isten vezet, Isten szelleme, most ezt nem kell figyelni. Ez teljes tévedés. Mert figyeljétek meg, amikor Jézust megkísérti a sátán, döbbenetes dolog történik. Hogy oda megy a sátán, és ezt említettem múlt héten is, oda megy a sátán, és igékkel kísérti Jézust. Megkérdőjelezi az ő ige mi voltát, istenségét. Hogy ha valóban te vagy az Isten fia, tehát megkérdőjelezi, nem tiszteli őt, megkérdőjelezi, ez az ő módszere. Csak ugyanazt mondta az Isten, mondja az Édenben. Ha valóban Isten fia vagy, akkor vesd le magad. Akkor tedd ezt, azt, tedd azt. Aztán már kifejezetten igét mond, hogy megvan írva, hogy az angyalainak parancsol. Ugye, hogy lehet ölni az igével? Lehet. Ő is ölni akar az igével. És Jézus pedig nem azt mondja erre, hogy hát húzzál már el innen, hát nem látod, kivel beszélsz, hanem igét mond. Viszont megvan írva. Az ige igét mond. Tehát azt mondanám, hogy az írott ige mindig a személyes Krisztusra mutat, a személyes Krisztus pedig az írott igére mutat. Azt mondja, megvan írva. Ő ismerte a Szentírást. És azt mondta, hogy én nem csinálok olyat, ami nincs egységben a Szentírás betűjével. Ez egy csodálatos egység. És amikor az emmausi tanítványok elértek oda, hogy nincs fogtündér, nincs Mikulás, és az egész egy nagy tévedés volt, és visszamegyek halászni, meg pedig mi azt hittük, amikor odáig eljutnak, akkor Jézus hogy homályosítja őket föl? Hogy nézzétek már, hát itt vagyok, hát nem értitek, hogy én vagyok. Ezt nem említi. Ezt nem említi. Hanem Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amely felőle megírattak az írásokban. Ami megvan írva, az igére mutatott. Én sokat gondolkodtam, miért ezt tette. Miért azt mondta, hogy juhú, itt vagyok. Miért nem ezt mondta, hogy én vagyok? Hát hogy bizonyítsam be? Hát figyeljetek, emlékeztek? Na hát ezt csak én tudhatom. Na ugye, hogy ezt mondtam? Na tessék, nem ezt mondta. Az írásokból bizonyította be, hogy ő. Miért? Valószínű azért, mert ő majd már nem lesz itt, ő tudta, hogy elmegy a mennybe, de az írás itt marad. Meg te érted, meg én értem. Mert nekünk most nem így jelenti ki magát. De az írásokból meg mindig megláthatod őt. Ő oda mutatott, érted, meg értem. Meg ő értük. Nem a testben való jelenlétét tette meg a bizonyításának a középpontjává, hanem az ősi írott igéket, hogy megvan írva. És ez működött. Ez működött, mert az ige örökre megmarad. És mi történt? Fölizzott a szívük, természet fölötti módon fölizzott a szívük, és egyenesen mentek a közösségbe. A apostolok cselekedetei. Fölizik a szívük, és egy szívvel, egy lélekkel együtt vannak. Ezt teszi az ige. Hogy fölizzik a szíved, ami úgy kiégett, kiszáradt, és visszavisz a testvérek közé. Ezt csinálja az ige, mindig ezt csinálja. Ez egy csodálatos dolog. Most nézzük, hogy milyen ez, amikor megnövekszik az ige, és aztán nézzük a saját életünkben. Először Mózes életében. Egy különleges prédikáció lesz az én prédikációmban, amelyik prédikáció benne van egy prédikációban. Ez egy mátrióska baba, mert úgy beszél valaki a Szentírásban, hogy egy korábbi történetet idéz, ez István vértanú. István beszél úgy Mózesről, hogy egyébként Mózes az már megvan írva, tehát ő prédikál, és most én arról prédikálok, értitek? Tehát ez háromszintű. De én nagyon szeretem, mikor az ige idézi az igét. Ez mindig nagyon jó, mikor az ige idézi az igét, mert nagyon elevenen mutatja meg, hogy hogyan gondolkodtak ők az igéről. Mózes, nem, az történik, hogy Istvánt
aki egy rendkívül szent életű, erőteljes ember volt, nagyon jó, nagyon jól tudott beszélni, nagyon jól tudta védeni a hitet, és nagyon erőteljes hite volt neki, és nagyon, nagyon Isten ereje áradt ki belőle. És ezt az Istvánt ugye bemószerolják, és hogy ezt csinálta, azt csinálta, egy ilyen koncepciós per, és megvádolják, hogy nem tiszteli a templomot, a törvényt, és így tovább, a szokásos, ahogy Jézust is, és ugyanúgy hamis tanúkat állítanak, hogy mi mindent mondott. És az apostolok cselekedetei 7. fejezete úgy indul, hogy oda rakják őt a vének elé, és akkor a vének azt mondják, hogy na tessék, itt vannak ezek a vádak, mit felelsz erre? Mit felelsz erre, István? És akkor István elkezdi mondani. És akkor csodálatos, ahogy elkezdi, majd erre még visszautalok, ha nem felejtem el, hogy milyen szép, ahogy elkezdi, pontosan tudja, hogy mi a tét. Az ő beszédének a végén vagy élve maradok, vagy meghalok. Tehát ez a beszéd, ez nem csak olyan, hogy prédikálgatunk, az vagy szép lesz, vagy nem. Vagy azt mondják, hogy halleluja, köszönjük testvér, vagy hogy nem, elalszanak, vagy hálásak érte, hanem hogy megölnek, vagy nem. Tehát itt nagyon nagy tétje volt minden szónak. És elkezdi Ábrahámtól. És akkor beszél Ábrahámról, gyakorlatilag az üdvtörténetet végigmondja Ábrahámtól egészen a proféták koráig. És engem lenyűgöz, tehát hogy mit tartott ebből nagyon fontosnak, mi az, ami átsiklik gyorsan, kit említ és kit nem. Na ebben Mózes a leghosszabb. Mózesről beszél a legtöbbet. És nem véletlen, hogy ez így van, de figyeljétek meg, hogy hogyan, tehát hogy miről szól. Azt mondja, három felé osztja István Mózes életét. De ezt tudjuk, mert mi is három felé osztanánk Mózes életét. Háromszor 40 év. Ugye Mózes 120 évig élt, 0-tól 40-ig, 40-től 80-ig, és 80-tól 120-ig. És elmondja, hogy mi történt ezzel a Mózessel. Hogy milyen az ő élete. Most figyeld a te életedet, ugye minimum ez a 120, ez szerintem reális. Nem, valószínűleg mi kevesebbet élünk, de ezért összenyomhatjuk kicsit a 40-et. Tehát, de ez a három szakasz, ez szerintem ez áll. És valahogy hasonlít a modell, a mi életünk is ahhoz, ahogy a Mózesét leírja István. Az első, az a 20. verstől azt mondja, megy, beszél József, Egyiptom. Akkor született Mózes, aki kedves volt Isten előtt, őt 3 hónapig atya házában nevelték, majd mikor kitették, a fáraó lánya magához vette, és saját fiaként nevelte fel. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és hatalmas volt szóban, tettben, szóban és tettben. Ennyi. 0-tól 40-ig. Most nem tudom, hány éves vagy. De ez 3 vers. 3. Ez történt. Vele ez történt. Na most az élet az tényleg valahogy így kezdődik. Mondom az igéket belőle, hogy született, nevelték, kitették, ez magához vette, az fölnevelte, megtanították. Tehát igazából ez megtörtént vele. Tehát ezt nem ő csinálta. Megtörtént vele. Hát így vagyunk mi is, nem? Hát kikérte, hogy megszülessünk, kikérte, hogy abba a családba szülessünk, most ez vagy jó, vagy nem jó. Valaki azt mondja, nem értem, hogy születhettem ebbe a családba. Hát, hogy olyan hálás vagyok, a másik nem értem, hogy születhettem ebbe a családba. De nem te döntötted el, nem kérdezte meg senki. És hogy neveltek, az se. Hogy mi történt veled, az se. Miért abba a suliba irattak? Miért úgy történtek, ezek megtörténtek veled? Azt se tudtad, hogy veled történik. Ezen az első időszakon úgy megyünk át, hogy ez ilyen biológiai szakasz, na. Tehát úgy megérkezünk, így elfogadjuk, és itt vagyunk. Hogy élünk kis évvel. Tehát, hogy működünk, biológiailag élünk. Szinte passzív vagy. Nem te csinálod, hanem veled történik. Amikor pedig a 40. évét betöltötte, tehát így itt a cezúra, István nagyon tudatos. Lement a 3 vers. Most jön 7, 40-től 80-ig.
az azért dupla plusz egy. Tehát volt 3, 0-tól 40-ig. 40-től 80-ig nagyon érdekes szakasz következik. Ez már 7 vers. Itt azt mondja, hogy amikor pedig a 40. évét betöltötte, feltámadt szívében, hogy meglátogatja atya fiait, az Izrael fiait. Tehát ez az első, amit ő csinál. Tehát 40 éves, amikor először arról beszél István, hogy valamit ő csinált, nem vele történt. De még ráadásul mit? Hogy feltámad szívében, az eredetiben, hogy így fölemelkedett a szívében, ott volt az, csak úgy passzív volt. Most fölemelkedett a szívében, hogy meglátogatja atya fiait, az Izrael fiait. Amikor ebben az első szakaszban megyünk, általában odáig jutunk, lehet, hogy nem 40, hanem 25 évig, 30 évig, hogy hol élünk, kivel élünk, miből élünk, ilyenek foglalkoztatnak. De van egy pont, amikor, de hova tartozom? De ki vagyok én? Mik a gyökereim? Tehát fölmerül benne, hogy de oké, én itt vagyok, itt mint így herceg, meg minden, de hogyha én zsidó vagyok, csak meg kéne látogatnom az enyémet. Ez már egy identitás. Egy identitás kérdés. Amikor látta, hogy az egyikkel rosszul bánnak, védelmére kelt, és agyonütve az egyiptomit bosszút állt azért, akit bántalmaztak. Ez egy határozott állásfoglalás, mondhatjuk. Egyszer valaki így védekezett a bíróságon, agyonlőtt egy embert, és azt mondta, hogy amikor agyonlövök egy embert, bizonyos értelemben tisztázom a hozzáfűződő kapcsolatomat. Na, itt ez történt. Tehát azzal, hogy Mózes agyonvágta ezt az egyiptomit, tisztázta a hozzáfűződő kapcsolatát. Én zsidó vagyok, te bántottad a zsidót, én téged agyonütlek. Ez egy nagyon határozott, izomból végrehajtott cselekedet. És azt mondja, hogy azt gondolta, hogy atyafiai megértik majd, hogy Isten az ő keze által ad nekik szabadulást. De azok nem értették. Ez nagyon érdekes. Most folytatom, és ide visszatérek. Másnap, éppen akkor jelent meg köztük, amikor összevesztek, és békességre intette őket, ezt mondva, férfiak, atyafiak vagytok, miért bántjátok egymást? Hát ez se volt teljes siker. De az, aki fele barátját bántalmazta, eltaszította őt, és azt mondta, kitett téged fejedelemmé és bíróvá köztünk. Talán engem is meg akarsz ölni, ahogy megöltett tegnap az egyiptomit? Mielőtt Mózes agyoncsapta azt az egyiptomit, körülnézett, és azt volt, hogy nem látja senki, úgy csapta agyon, és elrejtette a homokba. Csak ugye Mózes nem temetkezési vállalkozó, és nem sikerült. Ezt nem sikerült elrejteni, ezt az egyiptomit. Kilóghatott a kis ujja a lábán. Mert nem látta senki, és mégis kitudódott. És menekülnie kellett. Mit csinált Mózes? Mit akart adni? Mit akart? Tudjátok mit? Azt a két dolgot, amit később tényleg adott. Szabadítást és törvényt. Csak izomból. Még nem volt ige. Még nem volt találkozás, nem volt kijelentés. De ő már azt gondolta, hogy az atyafiaik megértik majd, hogy az Isten az ő keze által ad szabadulás. Tehát Mózesben föltámadt a vágy, már nem csak arra, hogy meglátogassa, már nem csak az volt, hogy ne bántsd a testvérem, mert agyonütlek, nem csak ez, hanem hogy én fogom megszabadítani. Én, egy 40 éves férfi, én leszek a szabadító. Hát itt egy elég világos, hogy is mondjam, karrierív távlat mutatkozik, ugyanis ennek volt realitása, mert ő tényleg megszabadította a népet. És ő ott törvényt akart, tehát ő igazságot akart tenni két veszekedő zsidó közt. Ez kb. Olyan nehéz, mint két magyar közt, ha veszekednek. Ez rettenetes. És mi történt? Hogy nem sikerült. Egyik se sikerült. Se a szabadítás, se a törvényadás. A szabadítás miatt gyilkossá lett és menekülnie kellett.
A másik esetben meg azt mondták, hogy húzzál el innen. Ki hatalmazott föl, hogy te itt köztünk igazságot tegyél. Semmi nem sikerült e közül. De nagyon érdekes, hogy ez a kettőben benne van Mózes későbbi sorsa. Csak Isten másképp működik. Még nem volt ott az ige. A három vers után már hét vers föltámad valami, hogy természetileg, az ambíció már ott van, hogy valami ilyesmit kéne csinálni, csak még azt hiszi, hogy a lelkesedés, az elhivatottság, a kockázatvállalás, az erő, az őszinte odaadás, az elég. De az nem elég a szolgálathoz. Az nem természetfeletti. Valaki igét hirdet, mert jó a beszélőkéje. Addig is jó volt, biztosítási ügynök volt, mindenkinek lukat dumált a hasába, megtért és egyszerűen témát vált. Nem ige. Nincs benne még az ige. Nem növekedett meg benne az ige. Valakinek jó a szervező képessége. És azt gondolja, hogy akkor gründoljunk egy gyülekezetet. Hát miért? Hát marketinges vagyok. Én tudtam létrehozni ilyen sales meetingeket is, létre tudtam hozni közösséget, tudtam formálni, akkor majd a gyülekezetben is biztos megy. Lehet egy ideig. Aztán mindenki menekül. Aztán nem ebből sosincs jó. De ugyanígy a zene. Ugyanígy a gyerekmunka. Ugyanígy, ami gyülekezetben szolgálat van, minden, amit izomból akarsz csinálni, lelkesedésből, az rosszabb lesz, mint ha el se kezdted volna. Miért? Mert nincs benne az ige, még nincs benne a kijelentés. Még te akarod csinálni. Ha te akarod csinálni, akkor mindenki kárt val. Sokszor, sokféleképpen megtapasztaltam ezt, tehát most nem rólatok beszélek, magamról. Hogy mennyire egyetlen dolog számít, hogy benne van az ige, vagy nincs benne az ige. Az ige éltető. Élő ige és éltető ige. És csak abból lesz szolgálat. Eltaszították őt. És figyeljétek meg, hogy a következő 40 év az utolsó 40 év, 80-tól, amikor Isten megszólal. És már nem csak az ő ambíciója van, már nem csak az, hanem az ige megnövekszik. Egyébként ebben a fejezetben, vagy ebben a részben 14 vers van. Figyelitek, 3, 7, 14. Miért? Mert megnövekedett az ige, és nem tudja máshogy elmondani. Az életünk is ilyen, hogy amíg nem növekszik meg az ige, úgy lepereg, hogy észre se veszed. Hát a második 40 az úgy szíven ütött, hogy fejeződik be. Nem, az első 40, hogy és született két fia. Tehát így, ha lapozzunk, született két fia. Meg sem említi, hogy megnősült, hogy családot alapított, építkezelt, de hát ezzel töltjük az életünket. Meg sem említi. Miért? Mert föntről ez nem látszik, ha nincs ige. Ez ige nélkül ezek úgy telnek el, úgy pörögnek le, mintha ott se lettek volna. Közben ő egy nagy drámát élt meg, elment, elvándorolt, menekült, meglátott egy lányt, beleszeretett, esküvője volt. Ó, drágám, tényleg, dagad a poci, már nem az övé, a másik. És hogy jön egy baba, azta, de szép, jön még egy baba, fiunk van, otthonunk van, életünk van, munkánk van. Lapozzunk. Az abban a pillanatban, ez egy, tényleg egy pillanat. Miért? Mert még nincs benne az ige. De minél, tehát a második részben már mocorog az ige, hiszen Isten hívta el őt szabadítónak, és hogy a törvény közvetítője legyen. De még nincs ott az ige, de már kétszeres jelentősége ennek a résznek. 40 esztendő elteltével, mondja István a 30. verstől,
a Sínai-hegy pusztájában csipkebokor tüzes lángjával, lángjában egy angyal jelent meg. És ez fantasztikus. Tehát igazából egy embernek az életét látjuk. Az első az így három vers. A másodikban mocorog valami, de egy jó nagy pofára is a vége. Tehát gyilkosként menekül. És 80 éves koráig nem történik semmi. Említésre méltó. De 40 esztendő elteltével egy pillanatban egy angyal jelent meg neki. Mózes pedig, amikor meglátta, elcsodálkozott a látáson, és mikor odament, hogy megnézze, az Úr hangja szólt hozzá. Ennyit kell várni, hogy jöjjön az ige. De jött. Mert Isten ki akarta jelenteni magát. És innentől Isten beszél. És mivel Isten beszél, hát megnyúlnak az ige számok. Itt megnyúl, kitágul az idő. Ez olyan, mint az elméleti fizika. Ismeritek ezt, hogy tehát az idő az nem objektív. Az adott testnek, az adott anyagnak a tulajdonsága, és függ a sebességétől, függ más dolgokhoz való távolságától. Na, hogyha egy ilyen nagy tömegű fekete lyuk közelébe mész, van ez a híres kísérlet, hogy így valaki beugrik egy űrhajóról a fekete lyukba, ki mit lát. És akkor aki ott maradt az űrhajón, az azt látja, hogy a másik így ugrik, most a tekintsünk el, hogy mi történne valójában, most csak az idő szemszögéből, és egyre lassabb, és végül megáll, és az idők végezetéig így áll. Miért? Mert ott másképp telik az idő, lassabban telik az idő, de ő még innen látja őt. Na, itt egy ilyet látunk. Isten jelenlétében másképp telik az idő. Másképp telik az életed. Miért? Mert belép az örökké valóság. Belép az életedbe, a természet fölötti és az örökké valóság. Megszólal Isten, én vagyok a te atyáid Istene, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. Mózes pedig megrémült és nem mert oda nézni. Az Úr pedig azt mondta neki, oldd le sarudat a lábadról, mert ez a hely, amelyen állsz, szent. Látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és hallottam sóhajtozásukat, és azért szálltam le, hogy megszabadítsam őket. Most pedig jöjj, elküldelek téged Egyiptomba. A lényeg, hogy itt Mózesnek a párbeszédét ismerjük a kivonulás könyvéből is. Elbeszélget Istentől, minden esetre megkapja ezt a csodálatos elhívást. Immár fölülről. Már nem az ő ambíciója, sőt, amikor Isten mondja, ő ezzel már rég leszámolt. Ő azt mondja, hogy Uram, ez egy téves címzet, biztos, hogy másra gondoltál, nem rá, küldjél mást. Én beszélni se tudok, elegem van, gyilkos vagyok, én oda nem megyek. Ez valaki mással. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy itt pont fordítva van. Nincs ambíció, de van ige. Nincs egy akarat, egy emberi akarat, hogy izomból, de van ige. És megtörténik. Most nem olvasom végig, mert nem ez a lényeg. Most mi koncentráljunk arra, hogy megnövekszik az ige. A 38. fejezetben úgy foglalja össze Mózesnek az életének a lényegét, hogy ez az, aki ott volt a gyülekezetben a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, aki élő igét vett, hogy nekünk adja. Ott volt Isten jelenlétében, élő igét vett, és nekik adta. Ez az ige hirdetés, ez a bizonyságtétel, ez az életünk. Amikor ez történik, hogy élő igét veszel, akkor természet fölötti módon kiárad Isten szelleme. Így növekszik az ige. Ha élő igét veszel, nem veszel élő igét, akkor lehet beszélni, bizonyságot tenni, igyekezni, jó szándékkal, meg nem tudom én. Semmi nem lesz. Általában rosszabb lesz, mintha nem tennéd. De ha élő igét veszel, és azt továbbadod, akkor csoda történik. Ahogy figyeljétek meg, hogy amikor az ige növekszik, akkor az örök élet árad be. Ez magyarázza azt is, hogy István itt miért nem fél. Őt ugye ezután megkövezték és meghalt. De ő látta Jézust. Tehát ő már teljesen más szférában volt. Ő ettől nem félt. Ő tudta, hogy,
hogy ő neki az élete már egy másik dimenzióba. Ő az örök élethez lassult hozzá. Őt már nem bosszantotta, hogy mit hazudnak róla. Ő már nem, mit idétlenkednek itt a... Ő nem haragudott a hamis tanúkra, pedig röhelyes volt az egész, és szomorú, sőt, tragikus. Innen nézve. De az ige, látjátok, hogy megnövekedett, ezt végigmondta az üt történetet. De nem mint egy szónoki teljesítmény, hanem Isten szelleme ekkorára növesztette benne az igét, hogy ki árad belőle. Azt mondja János 8:51-ben Jézus, hogy bizony mondom nektek, ha valaki megtartja, megőrzi az én beszédemet, nem lát halált, soha örökké. Ezt tudta ott István. Amikor meg Péter mondja Jézusnak, hogy mikor kérdezi, hogy ti is el akartok menni? Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. Az ige az örök élet beszéde, ott örök kivalóság árad be a lelkünkbe. És ez valami csoda. Volt egy történet erről, hogy egy kolostorból egy szerzetes elment az erdőbe imádkozni. Meghallotta egy madárkának a hangját, és így hallgatta, maga se tudja meddig, és csak gyönyörködött és imádkozott, és aztán úgy gondolta, most már visszamegyek. És mikor visszament, senkit nem ismert a kolostorban, és őt se ismerte senki. Kiderült, hogy eltelt az alatt 40 év, amíg hallgatta a madárkát. Tehát, de ő azt hitte, hogy csak egy 10 percet hallgatta. Ez csak egy tanmese. Ez csak arról szól, hogy Isten jelenlétében így az idő másképp telik, és más dolgok történnek. Ott nem az óránk. Miért? Mert az örök élet igazából az egy minőségváltás. Egy minőségváltás. Nem csak a hossza. Tehát azért ugye ezen a történet kicsit nevetünk, mert ez így nem reális. A hosszra, de minőségre reális. Az örök élet egy minőségi váltás. Amikor Jézus ugye a kánai menyegzőnél az a bor, ami jön, az örökkévaló a vízből, annak a minősége olyan, az tűnik föl. Ez milyen jó. Ez sokkal jobb, mint az eddigiek közül a legjobb bor. Tehát a minősége más. Annak, aki ízleli. Mi történik? Mi ebből a tanúság? Mózes szempontjából. Akarsz sokáig élni? Akarsz örökké élni? Akarod, hogy az életed ne csak így leperegjen a semmibe? Hogy hova tűn? Volt egy kedves tanárom a Zeneakadémián, és most lett 70 éves. És a felesége, és a már felnőtt lánya, aki akkor még kicsi lány volt, amikor én oda jártam, akkor született, megkerestek e-mailen, hogy az összes tanítványa ennek a mesternek, ők megkeresték az összes tanítványt, hogy írjunk egy pár kedves sort neki. És miért? Azért, mert azt mondta a 70 éves szülinapja előtt, hogy azon gondolkodtam, hogy hova tűnt 70 év. Hova tűnt 70 év. És azért akarták, hogy mi írjunk, hogy hát itt van. Hogy itt vagyunk, mind, akik az ő örökségét visszük tovább. És az, amit ő továbbadott, az él tovább bennünk. És ez nagyon jól sikerült. Ezt egy kis könyvbe így fotókkal és ezekkel a kis vallomásokkal, kis történetekkel, köszöntésekkel lefűzve megkapta, és akkor azóta itt van a 70 év. Most ez így egy pedagógusnak szerintem ez nagy élmény, de ennél sokkal-sokkal több az, amit az Úr mond. Mert még úgy is az van csak, hogy hát nálam van az ő 70 évéből 4-5. Nálam van. De majd egyszer én ezzel is megállok, hogy hova tűnt az enyémben a 70. És lehet, hogy majd valaki kedvesen nekem is azt mondja, hogy hát én is itt vagyok, és része voltam annak. De nem ez a lényeg, hogy így horizontálisan megtaláljuk-e az éveinket. Hanem, hogy elpárolog a semmibe, vagy pedig kitágul, és örökkévalóvá válik. És soha nem kérdezed akkor, hogy hova tűnt. Miért? Mert az igaz a kösvénye, az olyan, mint a hajnal világosság, ami egyre fényesebb lesz egészen délig.
Tehát nem azt érzed, hogy így, hát így beborult, de jó volt annak ide, hanem húha, még előttem, mindig még előttem van a legjobb. A gyülekezetünkben Józsi bácsi, aki nemrég ment el, ő, emlékszem, már 70 fölött volt. És akkor mondta egyszer így beszélgetésben, a legjobb rész még előttem van. És mondom, ez tiszta Mózes. Nem, mert 70 évesen Mózes még taknyos kölyök volt tulajdonképpen. Még el se kezdte a lényeget. De élhetett volna már ilyen kis pengeszájú, rosszkedvű nyugdíjasként. El vagyunk köztem, most már mi hova tűnt 70. Tehogy is, hát 80-nál kezdődött az egész. És ez olyan szép volt nekem, ez a hit, hogy hát a legjobb rész még előttem van. Miért? Hát mert egészen a délig én csak megyek előre, én csak emelkedem föl. Én nem nézem, hova tűnt meg, hanem várom, ami még előttem van. Mi történik, és hogyan tudunk azért tenni, hogy az igen növekedjen az életünkben? A 2 Korintus 3.18-ban azt olvassuk, hogy mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük, és az Úr szelleme dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Ez egy nagyon titokzatos, az egyik legtitokzatosabb ige, és az egyik legkonkrétabb abban a tekintetben, hogy mit történik Isten jelenlétében. Ráadásul az a szó van itt, hogy elváltozunk, ami az egyik legfontosabb, így az európai eszmetörténetben, a gondolkodásban, a művészetben, a metamorfózis, az átváltozás, amit kerestek mindig a misztikusok, az alkimisták, az okkultizmusban, a minden, hogy lehet az igazi változás. De itt van az igazi. Azt mondja, hogy miközben te fedetlen arccal szemléled az Úr dicsőségét, és tükrözöd, ez a szó így is fordítható, szemléled és tükrözöd. Isten szelleme átváltoztat. Krisztushoz hasonlóvá változtat. Szemléljük és tükrözzük. Ez volt Mózessel. Tudjátok, ott volt a jelenlétében, és lejött, és mi volt? Így sugárzott az arca, mert szemlélte és tükrözte. Élő igét vett, és továbbadta. Ez a természet feletti. Hogy akkor mi történik, az másodlagos. Hogy ott jelek és csodák történnek, vagy nem történnek, meggyógyul valaki, vagy nem gyógyul meg valaki, hogy valami mennyei hang szól, vagy nem szól. Hogy ugye Jézusnál ez a szó, ez a metamorfózis ott is van, amikor elváltozott. Elváltozott. És a dicsőségében mutatta meg magát, és akkor ott volt Mózes meg Illés, és ott néztek a tanítványok, hogy építsünk sátrat, maradjunk itt. Ez is fantasztikus, meg az is, hogy ez eltűnik, és akkor Jézus meg már bandukol level velük, mert már ott várja őket a sok beteg. Tehát nem az a lényeg, hogy most épp ragyog, vagy nem ragyog, hanem hogy él az az ige, és sugárzik. Amikor ez van, akkor Isten szeretete jár át. Amikor ez van, akkor Isten lakik veled, ahogy megígért, bemegyek ahhoz, vele vagyok közösségbe, vele vacsorázom. János 14.23. Ha valaki szeret engem, megtartja a beszédemet, ez ugyanaz a szó, megtartja, megőrzi a beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, annál lakozunk. Tudtad, hogy lakótársad van, mikor növekszik az ige? Nem vagy egyedül, az atya is ott van, és a fiú is ott van, és mindezt ki cselekszi, a Szent Szellem cselekszi, ő eleveníti meg az igét, és téged. Abban a pillanatban neked, te nem vagy már egyedül. Olyan sokszor van, ott vagyok az igével, és hát úgy keresem, hogy nyíljon meg az ige ajtaja, mert van rajta egy ajtó, erről múlt héten beszéltem, és ez nem mindig nyílik meg, tehát azért imádkozni kell. Néha úgy olvasom, és semmi. De múltkor milyen izginek tűnt ez a király, most tök uncsi. Múltkor milyen, ez a Zsoltár, ez itt lángolt, most csak így nézem, semmi. Tehát ez van. Van, itt az evangélium történt. De kár, hogy tudom, mi a vége. Oké, uncsi. Nem tudok izgulni érte. De ott maradok, és imádkozom, de Uram, nyisd meg, mert az igéd nélkül nincs. Nem tudom, hogy... Tehát úgy akkor el fog röpülni ez a nap a semmibe.
De ha itt van, ha kinyílik az ige ajtaja, akkor viszont örökké való fény árad be. És egyszer csak lángra kap. Egyszer csak lángra kap. Az valami fantasztikus. És onnantól tükrözöd. Mit csinál az ige? Pár dolgot mondok csak. Először is behatol a lelkedbe, mint a kétélű kard. Mert Isten beszél élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Zsidó 4.12. Hát itt ilyen érdekes antropológiai problémák, hogy velők, meg mint tudom, ilyen, mint egy hentes üzlet. Ugye a szellem és a lélek megoszlása. És képes szétválasztani egymástól, tehát minőséget teremteni a lelkünkben. De ezt ő teszi. És ott valami történik, megelevenít. Azt mondja 119. Zsoltár, lelkem a porhoz tapadt, eleveníts meg beszédeddel. Megelevenít. Emlékeztek, mikor Ezékiel a száraz csontokat nézi? És azt mondja Isten, most profétálj. És beszél, és Isten igéje, amíg szól, ezekből egy hadsereg lesz. Megelevenít. Én nem tudom, hogy hogy egyébként. Nem tudom, hogy ez hogy működik, de nem kell tudnunk, hogy hogy működik. A lényeg, hogy így van. Behatol, megelevenít. És akkor csodálatos dolgok történnek. Az egyik az a békesség. Egy természetfeletti békesség. És most nagyon fontos, minden, ami jön, az természetfeletti. Mert nem tudom, mennyire vagy béketűrő. Az a természetedhez tartozó tulajdonság. Hát van akinek meg lehet vágni 40 mázsa fát a hátán, mert olyan béketűrő ember. Valakinek csak ráteszed az első fát a hátára, és leüvölti a fejed, mert nem annyira béketűrő, természeténél fogva. De itt ennek nincs jelentősége. Itt ez nem az a békesség. Ez a békesség, ez belülről jön, és Isten szelleme az, ami ezt szétárasztja. Ez egy más minőség. Úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön, hogy nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldöm, mert örömmel jöttök ki, és békességben vezetlek titeket. Isten igéje békét teremt a háborgó tenger közepén. Figyeljetek, rádió, internet, tévé, mi van? Háború, infláció, ma csak három olyan cikket láttam, hogy egy percre vagyunk a harmadik világháborútól, hogy a XY készen áll, ja, a NATO készen áll a teljes konfrontációra, Oroszország készen áll a nukleáris Armageddonra. Kellemes vasárnapot, mindnyájunknak. Nukleáris Armageddon. Érted? De ez csak egy, aztán menjél át a Tesco-ba, azt lesz Armageddon, mikor látod, mennyit fizetsz, pedig csak vajat, tejet meg kenyeret vettél. Ja, és kapkodsz a szívedhez. És ez még semmi, ez ugye most így, ez csak egy pici, amit mindenki lát, de még mennyi minden van. De próbáld ki, hogy megnövekszik benned az ige, hogy mi lesz ekkor. Hogy Isten kiárasztja a békességét a szívedben. Nukleáris Armageddon. Hát a halál árnyékának völgyében járva sem félek, mert nem lesz nukleáris Armageddon. Nem, mert te velem vagy. Mert te velem vagy, itt lakozol. Öröm. Ugyanez. Tudunk örülni. Mindenki tud örülni, hogyha örömteli dolog történik velünk. De ha nem örömteli dolog történik velünk, akkor nagyon nem tudunk örülni. Könnyen elpárolog az öröm. És ez is olyan, hogy is mondjam. Van, aki könnyen örül. Könnyen, mert olyan a természete. Van, aki nagyon nehezen. De itt nem erről van szó. Ez az öröm, ez természetfeletti. Nem is tudod, miért örülsz, de örülsz. Nem azért örülsz, mert történt valami. Ott van veled Isten. Ott van benned Isten. Pál azt mondta, hogy ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök minnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek velem együtt. Mondja ezt,
hát itt szépen fogalmai kiontatom, itt a áldozat, tudjátok, mi történt vele. És ő ezt tudta. Ő gondolta, hogy innen ő nem nyugdíjba megy. De az öröm teljes volt a lelkében. És azt mondja, ti is örüljetek vele. Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. És végül ezt szeretném még ide tenni nektek, a szeretet. A Róma 5.5 azt mondja, hogy az Isten szelleme kiárasztja az ő szeretetét a szívünkben. Mint a víz, amit Jézus mondott a szamáriai asszonynak, hogy az ott föltör, az a szeretet. És ezt még elmesélem nektek, aztán hagylak titeket menni, hogy egyszer beszélgettem mostanában egy kedves barátommal a zenekarban, hogy mondta, hogy rettenetes, mire ide éltem, hogy hány embert utáltam. És mondom, miért? Mert utálnivalók voltak. Esett az eső, mindenki ideges volt, csúcsforgalom, ez budapesti reggeli csúcsforgalom. Végigjött a városon, egyik dudál, másik büdös, harmadik udvariatlan, és ilyen morogva jött be. És így gondolkodtam ezen, hogy ez tök reális. Tehát, nem tudom, itt érsek csanádon, hogyha mész munkába, Laci, hogy így van-e ilyen, hogy biztos nincs. Meg tudom, hogy például Baja is, tehát egy sokkal jó, ilyen szempontból sokkal emberibb város, mint egy Budapest. Tehát egy bajai reggel azért szebb, mint egy budapesti. De biztos nektek is van, amikor nagyon nem az öröm, nagyon nem. De lehet ez a családban is, lehet ez párkapcsolatban, bárhol, hogy megőrülsz, mert hát nem, hogy nem tudsz örülni, de alig bírod ki. És azt akartam elmesélni nektek, amikor először éreztem ezt a szeretetet a szívemben. Ott volt, csak még nem éreztem ennyire megragadhatóan. Mentem egy valahol ott az Üllői út környékén egy igen mocskos aluljáróban. Valahova mentem, és nézelődtem, kicsit így majdnem befogtam az orrom, büdös volt, és látom, hogy egy hajléktalan ember fekszik, ilyen kicsit illuminált állapotban, mellette egy üveg bor, fele kiborult, ő maga mocskos, úszik a vizeletben, és így valahogy így ott így feküdt, és így nézett. Nem aludt, így nézett. És azon gondolkodtam, hogy mennyire visszataszító ez a jelenség. És ahogy így néztem, így megálltam, és akkor történt meg ez, amit most elmondok nektek, hogy változott meg. A karját, láttam a jobb karjára, van ez a sufni tuning tetoválás, ismeritek, amit szerintem maguknak csináltak régen az ember, bűn az élet, meg ilyenek, a mori, meg tudjátok, ez börtöntetkó stílus, tehát nem ez a puccos, hanem ilyen. És ezzel oda volt írva, hogy Kati. Kati és egy szívecske, amit nem sikerült zárni, tehát nem ért össze a vége, de hát balkézzel kellett nyilván. És ahogy néztem ezt, hogy Kati és szívecske, hirtelen így megrendültem, és én már nem az én szememmel néztem ezt az embert. És eszembe jutott az, amit Jézus mondott, amikor azt mondta egy parázna asszonnyal kapcsolatban, többieknek, hogy látod ezt az asszonyt? Látod ezt az asszonyt? És akkor ez volt, hogy te látod ezt az embert? És ott van egy Kati, ott van a szívecske, és egyszer csak így, mint egy vízió elém jött, hogy ezt az embert egyszer kicsi babaként az édesanyja ringatja, és nézi. Nem mocskos, nem büdös, hanem illatos, mint minden kisbaba. És nézi őt, és talán azon gondolkodik, hogy majd mi lesz ebből a gyerekből. És megy tovább, nem tudom, mi történik vele, de semmi jó nem történik vele. És odaér, hogy volt egy Kati. Nem tudom, ki volt Kati. Valaki, akit ez az ember szeretett, őszintén szeretett. Annyira szerette, hogy arra gondolt, hogy örökké együtt lesznek. Ugye nyilván azért tetkó, nem cerkával írta oda,
ami a tetkó az olyan, ami ott marad. Ő azt remélte, hogy Katival leéli az életét, Katit szerette. De valami történhetett, mert Kati nincs itt, és ő pedig ott van. Ott, ahol senki nem akar, én se, te se, és ő se, nem úgy döntött, hogy ott lesz. És valami történt, és valahogy őt talán szerették, talán ő is próbált szeretni, de egyszer csak ott volt. És valahogy az volt bennem, hogy én is lehetnék ott. Abszolút lehetnék ott. Semmi olyan nincs bennem, ami biztos lehetek, hogy én nem lehetnék ott. És azóta megtudtam, igen, sokan vannak úgy az utcán, hogy pedagógusok voltak még, ügyvéd is van az utcán, olyan emberek, akikről nem mondhatod, hogy hát hagyjuk, hát ilyen oda megérdemelte. Nem, elkezdtem látni ezt az embert, és így már teljesen másképp láttam. És ez egy ajándék volt. Olyan volt, mint hogyha Isten szeretete jött volna bennem, és onnan, hogy egy kicsit undorral elfordulok, ott tartottam, hogy szeretem ezt az embert. Hogy szeretem ezt az embert. Nem tudom, ki ő, de ő is szeretett, őt is szerették, de valami nagyon nem jól sikerült. És valami ilyesmi volt, amit Jézus ránézett a prostituáltra, ő másképp látta. Mindenki csak fanyalgott, meg elfordult, de ő azt mondja, látod ezt az embert? Látod ezt az asszonyt? Most ezt vigyétek magatokkal. Választ ki azt az embert, akit a legkevésbé szeretsz. Nem kell innen választani most, jó? Tehát nem, és nem kell megmondani se. Nem, tehát ez most nem ilyen játék. De Isten szeretete, az ott tudod kipróbálni, akit a legkevésbé szeretsz. Miért? Akit amúgy is szeretsz, az szimpátia. Vele könnyű neked azonosulni. Őt könnyű szeretned. De vannak emberek, akiket nem könnyű szeretni. És kezd el őt azzal a szemüveggel nézni, ahogy Isten. Kezd el, nem szereted, mert ordibál. Oké, de nem tudod, miért ordibál. Nem tudod, hogy vele miért ordibált az apja egész életében. Hogy miért bántalmazták őt. Nem tudod, hogy mit gondol saját magáról, hogy gyűlöli már, hogy nem tud nem ordítani, mondjuk. Ezek csak feltételezések, de Isten szelleme át tud kattintani, és meg tudod látni abban, akitől nem tudod elviselni, hogy neki is van egy passiója. Ő is egy ember, és ő se szeretne ott lenni. És olyan érdekes, hogy így beszélgettünk erről a barátommal, hogy próbáld meg úgy nézni ezeket az idegesítő, nem tudom milyen embereket, hogy látod ezt az embert? Igazán látod? Vagy csak úgy nézed, és nem látod? Azzal szeretném befejezni nektek, hogy Isten igéje, amikor megnövekszik a szívünkben, annak nagyon gyakorlati és természetfeletti következménye van az életünkben. És ő kiárasztja ezt az életünkben. Tudjátok, mi volt a legnagyobb húzása az apostoloknak? 6. fejezet. És ez a legjobb tanács, amit tudok mondani nektek. Azokban a napokban pedig, hogy a tanítványok számban gyarapodtak, tehát ott volt, hogy ezrek csatlakoztak hozzájuk, megnövekedett a tennivaló, az ige hirdetés, minden. Zúgolódás támadt a héberek ellen, hogy a közülük való özvegyasszonyokat mellőzik a mindennapi szolgálatban. Probléma volt, mindegy, tök mindegy. Mindenhol, ahol megy előre Isten munkáját, probléma is lesz. Ekkor a 12 összehívta a tanítványok sokaságát, és ezt mondták, és itt jön a legnagyobb. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhanyagoljuk, és az asztalok körül szolgálunk. Fölismerték, hogy ha Isten igéje le fog csökkenni köztük, akkor mindegy, mekkora szervezést és mekkora munkát végeznek el. A 6. fejezet elején dőlt el, hogy rajta maradnak Isten kijelentésén. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhanyagoljuk. Hát ezt hagyd tegyem ide nektek. Ne hanyagoljátok el, nem helyes az. Tudom, sokat ennivalót, tudom, milyen időket élünk, tudom, nehéz, neked is, mindenki rohan, mindenki siet, mindenkinek mindenféle kifogása van. De ez egy óriási fölismerés volt tőlük, hogy nem helyes az, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét. Hát fogadjátok be az Isten igéjét, és engedjétek, hogy növekedjen a szívetekben. És fantasztikus, hogy öröm, békesség és természetfeletti szeretet lesz ott. Amen.